Választási vita. Szociális ügyekben ütköztette véleményét három képviselőjelölt a TV stúdióban. Tűzoltó találkozó. 65 szervezet, 500 hivatásosa és önkéntese találkozott a Sárvári Várkertben. Búcsú vereséggel. Utolsó meccsét játszotta az MB2-ben a Haladás. Kikapott a csapat Győrben. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Pénzbeli támogatások, önkormányzati bérlakásrendszer, hajléktalan és idős ellátás. Szociális témákban ütköztette véleményét három képviselőjelölt a Szombathelyi Televízió stúdiójában hétfőn. A vitát Ceglédi Csaba, a Szociális és Lakásbizottság elnöke, független képviselőjelölt kezdeményezte. Mellette Danka Lajos, a Mi Hazánk polgármester és képviselőjelöltje, valamint László Győző, alpolgármester, az Éjjel-Szombathely képviselőjelöltje foglalt helyet. Minden jelölő szervezet meghívót kapott a szociális témájú vitára. Az Éjjel-Szombathely és a Mi Hazánk elfogadta az invitálást, a Fidesz-KDNP és a Konzervatívok Egy Jobb Városért azonban nem élt a lehetőséggel. Ceglédi Csaba előjáróban elmondta, az elmúlt években sikerült finomra hangolni a szociális ellátások rendszerét, nőttek a támogatási összegek és többen is férnek hozzá. Danka Lajos szerint sok esetben az kap segélyt, aki hangosabban kéri, és elfogadhatatlan, hogy vannak, akik egzisztenciájukat a támogatás alapozzák. Az illetőnek is közre kell működnie abba, hogy kimásszon az adott helyzetből, és erre kell ösztönözni a segélyezetteket is. Tehát mi a hangsúlyt a rendkívüli segélyekre raknánk. László Győző határozottan kijelentette, hogy a jogosultságot kizárólag szakmai alapon állapítják meg. Szociális és gondoskodó várost álmodtak, ezért dolgoznak. Téma volt a lakhatás és az önkormányzati bérlakás rendszer. 390 családnak és egyedülálló személynek tudtak segíteni lakhatási gondjaik megoldásában, de még mindig 250-en várnak lakásra. A következő 5 év egyik fő feladata lesz, hogy legalább 100 bérlakást vonjanak be a rendszerbe, mondta Ceglédi Csaba. Danka Lajos szerint a fiatal pályakezdők lakáshoz jutását kell segíteni, és ne fordulhasson elő az, hogy valaki élete végéig szociális bérlakásban lakik akkor is, amikor már nem szorul rá. Igazságosabb feltételeket kellene teremteni, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ebben az összes közgyűlési szereplőnek egyhangúan meg kell állapodni, hogy teremtünk egy igazságosabb rendszert. A mostani lakhatás kérdése nem feltétlenül hívható igazságosnak. Ezen szerintem muszáj lesz a következő ciklusban változtatni. Sok politikai bátorság kell hozzá, és én bízom benne, olyan testület lesz, aminek meg lesz ehhez a bátorsága. Az elmúlt éveknek az elmúlt válságai, azok most egy olyan gazdasági és olyan szociális helyzetet eredményeztek itt Szombathelyen is, ami egyébként még egy gazdagabb városnak tartható az országon belül, hál' Istennek, hogy én ezt most nem tartom még időszerűnek. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen volumenű változást bevezessünk, és ezt nem politikai, ezt szakmai alapon gondolom, hogy azért ennek a kihatásai, főleg egy ekkora lakástömeg esetén, azért az meglehetősen nagy. Tehát itt nagyon óvatosan kell bármifajta korrekcióról beszélgetni. Ceglédi Csaba azt kérte, akinek üres lakása van, de nem akar bérlőkkel vesződni, bátran bízza a feladatot az önkormányzatra, erről szól a közösségi bérlakásrendszer. Szóba került a Zanati úti hajléktalan szálló elköltöztetése és az idősellátás aktuális kérdései is. Ceglédi Csaba a szociális dolgozók béremelését szorgalmazta, és megköszönte mindannyiuk kitartó és áldozatos munkáját. Az egyórás vitaműsor visszanézhető a Szombathelyi Televízió honlapján, YouTube csatornáján és Facebook oldalán is. Az óvónők bérvitájáról is beszélt szombathelyi sajtótájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Átépítik a Kárpáti-Kelemen utca alsó szakaszát. 10. jubileumát ünnepli a gépészmérnök képzést koordináló Szavária Műszaki Intézet. Rövid híreink következnek. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a kormányhivatal sajtótermében. A szombathelyi városvezetés az óvodapedagógusok bérfejlesztése kapcsán vitában áll a kormányzattal. Az államtitkár szerint Szombathelyen egy óvodapedagógus átlagosan 48 ezer forinttal kevesebbet keres, mint az országos átlag, holott a város megkapja a megemelt bérek kifizetéséhez szükséges támogatást. Maruzsa Zoltán hozzátette, a magyar államkincstár a fel nem használt összeget az éves elszámolás keretében visszakéri.
Elkezdődött a Kárpáti-Kelemen utca alsó szakaszának átalakítása. Megszüntetik az útszűkületet, ezáltal biztonságosabbá teszik a közlekedést. A kivitelező két ütemben várhatóan egy hónapig dolgozik a területen. Mindkét oldalon elbontják az acélszalagkorlátokat, helyette kiemelt szegélyt építenek, és az út burkolatát 6 méteresre szélesítik. Emiatt hétköznapokon 8 és 15 óra között egyirányosítják a Kárpáti-Kelemen utca érintett szakaszát a Bartók Béla körút felé, majd a napi munkavégzést követően visszaállítják a kétirányú forgalmi rendet. A 22-es jelzésű helyi járat módosított útvonalon a Kenderesi utca felé közlekedik. 10 éves jubileumát ünnepelte ma délelőtt a Szavária Műszaki Intézet. Kozsik Tamás dékán köszöntötte a megjelenteket, majd Nemény András polgármester beszélt többek között arról, hogy kiváló döntésnek bizonyult az intézet megalapítása, hiszen a gépészmérnök képzésből a város és a régió vállalatai is profitálhattak. Az ünnepség a hallgatók sikertörténeteit felidéző kerekasztal beszélgetéssel és emlékfotók készítésével fejeződött be. 42. Az élet, a világ, mindenség, meg minden címmel megnyílt az ELTE-SEK vizuális művészeti tanszék hallgatóinak diplomakiállítása az Új Irokész Galériában. Köszöntőt mondott Borhi László rektor és Horváth Soma alpolgármester, majd a tárlatot Kovács László művészettörténész öregdiák nyitotta meg. 18 végzős képi ábrázolás szakos egyetemista mutatkozik be mestermunkájával, amit a legkülönbözőbb technikával alkotott meg. A kiállítás június 1-jéig látogatható szombaton délelőtt és kedtől csütörtökig délutánonként. Péntektől vasárnapig minifesztiválnak adott otthont a főtér, ezzel vette kezdetét az Érezd Szombathelyt nyári sorozata. A Food and Music Weekend elnevezésű programmal a gasztronómia és a zenekedvelői célozták meg a szervezők. A hektikus időjárás dacára hosszú sorok kígyóztak a food truck pultok előtt, népszerű volt az ázsiai konyha, a barbecue tálak és a spanyol fánk, a churros is. Könnyű zenei koncertek színesítették a kínálatot mindenféle stílusban. A legnagyobb sikert az Anima Songs aratta. Az újonnan alakult formációnak ez volt az első fellépése hazai közönség előtt. Nehéz év volt a tavalyi a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége számára. A haldrágulás miatt emelni kellett a jegyárakat. Emiatt érezhetően csökkent a horgászok létszáma. A problémák ellenére mégis sikerült rekordmennyiségű halat kihelyezni a vasi vizekbe. Évet értékeltek, szó esett a jövő terveiről, és díjakat is átadtak a szombati küldőgyűlésen Vaskeresztesen. Seregi Miklós elnök köszöntötte a küldötteket, majd megemlékeztek a nemrég elhunyt horgászvezetőtársakról, Endrődi Zoltánról és Fürstinger Ottóról. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is elismeréseket adtak át. Vasvár megye horgászatáért díjban részesült Tóth László, a Körmendi Határőr Sporthorgász Egyesület gazdasági felelőse, és Ciráki László, aki több évtizede aktívan dolgozik a Szentgotthárdi horgászközösségért és a Hársastóért. Folyamatos a kapcsolat a horgászokkal, tehát folyamatosan jönnek az információk tőlük, és az alapján próbálom meg az egész munkát szervezni. Hát úgy néz ki, hogy sikerül, mert több mint most már lassan 25 éve vagyok az egyesület vezetője. A Vasvár megye horgászsportjáért díjat Hartvig Tamás, az Ölbői tókomplexum tulajdonosa érdemelte ki. Elnöki elismerő oklevélnek és vásárlási utalványnak örülhetett Linter Hunor, aki második helyezést ért el a Mohosz ifjúsági horgásztáborában. 4 feladatban kellett bizonyítani a rátermettséget a 36 fős mezőnyben: halfogás, szerelékkészítés, célba dobás és elmélet. Nagyon örültem neki, hiszen eddig ez a legjobb eredményem így az összes tábor tekintve, és jövőre még az utolsót, vagy hát idén, az idei táborban még ennél is jobb eredményt szeretnék elérni, de a dobogó az mindenképp a célom. A küldöttgyűlésen Puskás Norbert ügyvezető elnök értékelte a tavalyi nehéz évet. A hal közel duplájára drágult, emiatt elkerülhetetlen volt a horgászjegyek árának 30%-os emelése, ami éreztette a hatását. 14%-kal kevesebben váltottak területi jegyet. Mégis sikerült rekordmennyiségű halat kihelyezni a vizekbe. Ez annak volt köszönhető, hogy drága halár mellett a korábbi években rengeteget takarékoskodtunk, és azon voltunk, hogy stabil
helyzetbe várjuk a nehezebb időket, és ez tavaly így is történt, tehát kevesebb horgászat, több halat telepítettünk, közel 25 millió forinttal több került ki a vizekbe, összességében 131 millió forint értékbe került hal a vasmegyei horgász tavakba, folyókba. A nehézségek ellenére minden betervezett programot megtartottak, a vízpartok rendezettek maradtak. Idén már 400-zal többen váltottak állami jegyet, mint az előző év azonos időszakában, így van remény, hogy sikerül szinten tartani, esetleg növelni a horgász létszámot. Egy közel 200 millió forint értékű sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan folytatódnak a horgászturisztikai beruházások, jövő év végéig 7 tó környezetét fejlesztik. Idén pedig jubilál a Pinka völgyi halas nap. Július 13-án rendezik a 10. a sorban. Már várják a főző csapatok jelentkezését, nevezési határidő július 4-e. 9. alkalommal gyűltek össze Vasvár megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói, ezúttal a Sárvári Nádasdivár parkjában. A szombati találkozón az összetartozásukat ünnepelték közel 500-an. 50 tűzoltó autó sorakozott fel szombaton a Nádasdivár parkjában. Idén itt találkoztak a vármegye lánglovagjai, 65 szervezetből mintegy 500-an. Igenis büszkék vagyunk arra, hogy hivatásunk az egyik legrégebbi a világon. Bognár Balázs köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozta, hogy a közösség szolgálata a tűzoltók számára életforma. Megköszönte a munkát a vármegye összes tűzoltójának. A találkozó már 9 éves hagyomány. Az a legfontosabb célkitűzésünk, hogy ilyen alkalmakkal is megmutassuk azt az együvé tartozást, hogy a hivatásosok és az önkéntesek itt Vasban itt vannak, rendelkezésre állnak, a baj órájában mennek és segítenek, és van is erre szükség, hiszen az elmúlt 10 évben közel 20 ezer káresemény következett be itt a vármegyékben, ennek egyharmada tűzeset, kétharmada műszaki mentés volt. 4 vehettek át elismerést hősies helytállásukért, kimagasló szolgálati tevékenységükért, a Szent Flórián emlékplakettet pedig szintén 4 kitüntetett kapta meg. A tűzoltók minden évben kinyilvánítják összetartozásukat valamilyen módon, idén kopjafát állítottak a Nádasdivár kertjében. A történelmi egyházak képviselői megáldották az emlékművet, majd a tűzoltó szervezetek képviselői tisztelegtek előtte. Alulról felfele kell olvasni, és akkor lehet látni a motivumokat, mind ahogyan a tűzoltók címere, aztán akkor az András kereszt, ugye az emberséget ábrázoló a láng, és itt folytatólagosan ugye a nyak, aztán a felül a legtetején pedig a lángot jelképezi. A megnyitót követően megtelt élettel a várpark. Az érdeklődők hasznos tűzmegelőzési tanácsokat kaphattak, megnézhették közelebbről a szombathelyi tűzoltó parancsnokság vadonatúj gépjármű fecskendőjét és drónszállító járművét is. Ez az előre, ez a hátra. A celldömölki egység látványos alpinista bemutatót tartott, de oltottak gázpalack tüzet is. A kis tűzoltók ügyességi pályát teljesíthettek, a végén pedig ünnepélyes esküt tettek. A tűzoltó találkozót látványos és hangos felvonulás zárta. Fordulatos mérkőzésen nyert a címvédő Haladás futszál együttese, így 3-1-es összesítéssel megvédte bajnoki elsőségét, Zsinórban negyedszer. A sorsdöntő kecskeméti találkozón 2-szer is 3 gólos előnyre tett szert a szombathelyi alakulat, a mindent eldöntő találatot mégis 2 perccel a lefújást megelőzően sikerült megszerezni. Az élvonalbeli futszál bajnokság döntőjének első találkozóját a trónkövetelő Kecskemét nyerte, majd egyenlített és fordította Haladás a 3 győzelemig tartó párharcban. A hétfő esti 4. mérkőzés tétje a szkorgól részéről a túlélés, a vasi zöldfehéreknek pedig a bajnoki cím megvédése volt. Az első félidőben szervezettebb volt a Haladás, és ennek köszönhetően 2 gólos előnyre tett szert. A második játék részben Hajmási vezérletével 3 is volt a felek között, de Huszáros hajrával egyenlített a Kecskemét. A hátralévő időben nyílt küzdelmet láthattak a nézők, több nagy zicsert is elrontottak a főszereplők. A Suspoén a 38. percben érkezett, amikor a szombathelyiek brazil légiósa Erike Diniz látványos góllal döntötte el a találkozót.
Az 5-4-es győzelem azt is jelentette, hogy a címvédő megvédte elsőségét, a haladás 2021 óta zsinórban negyedik elsőségét ünnepelhette, így a Magyar Kupa mellé a bajnoki trófea is felkerült az idei dicsőségpolcra. Vereséggel búcsúzott az MB2-től a szombathelyi haladás. A zöldfehérek hétvégén a Gyirmót FC Győr vendégeként hiányos kerettel léptek pályára, és 2-1-re kikaptak. Több száz szombathelyi szurkoló alapozta meg a hangulatot a Gyirmót haladás meccsen, amely a zöld-fehér alakulat utolsó MB2-es találkozója volt. Mint ismert, a szövetség nem adott licencet a vasi együttesnek, emiatt több labdarúgó is szerződést bontott a klubbal. A Rába parti fellépésen 17-18 éves játékosoknak is lehetőséget adott Bosnyák Pedrág vezetőedző. Szépen akart búcsúzni a 105 éves múltra visszatekintő haladás, és ezért mindent meg is tettek. Már 23 másodperc után Erdei révén kis híján megszerezte a vezetést a vendéggárda, a második percben Pintér Fejese pedig már utat is talált a hálóba. A gól után magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Gyirmót, és gyorsan sikerült kiegyenlítenie. A 10. percben Madarász Márk lépett ki a védők közül, és Verpecet megelőzve a kapu sarkába emelte a labdát. Mindkét kapu előtt kisebb-nagyobb helyzeteket dolgoztak ki a csapatok, az újabb találatig viszont az első félidő ráadásáig kellett várni. Ekkor Baján belépője miatt büntetőhöz jutott a győri gárda. Soltész a jobbra vetődő Verpecet becsapva értékesítette a 11-est. A második játékrészben hősiesen küzdött a szombathelyi együttes, mégsem sikerült pontot szerezni. A lefújást követően a szurkolók vastapssal köszönték meg kedvenceik helytállását. A haladás a 14. helyen végzett, ami még bent maradást érő hely, ám licence hiányában csak az MB3-ban vagy az amatőr vármegyei bajnokságban indulhat. Erről a labdarúgó szövetség dönt. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!